Sziasztok, papagájok! Üdvözöllek titeket ismételten egy túlélő részben. Immáron ez a 27. epizód. Remélem, hogy jól vagytok, és minden rendben veletek. A legutolsó részben ugyebár itt tevékenykedtünk, átalakítottuk az End portált. Nos hát, ami az utolsó részt illeti, ismételten nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki válaszolt a rész kérdésére. Ezúttal is érkeztem egy kérdéssel, szóval ha gondoljátok, akkor írjátok meg a válaszotokat. Nos, ti általában egy világban hányszor szoktátok megölni az Ender sárkányt? Ez a kérdés nyilvánvalóan kapcsolódik a mai részünkhöz, ugyanis én most harmadjára, utoljára megölöm ebben a világban az Ender sárkányt. Igen, nos hát azért utoljára, mert ma az Endben fogunk építkezni. Bizony, azok, akik a szavazáson részt vettek és az Endre szavaztak, azoknak gratulálok, pontosan eltalálták, hogy hol fogok építeni. Igen, adtam rá jeleket az utolsó részben, de ez nem számít, szerintem ne vegyük el tőlük a kreditet. Nos, az építkezésről magáról beszélni fogunk, viszont először tegyük meg, amit meg kell tenni, és öljük meg ezt a sárkányt, ismétlem, harmadjára és egyben utoljára. Pak! 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 Pak. Pik. Puk. Puff. Puty. És meg is van az összes. Yes! Most pedig nem szabad közel kerülnünk a sábi. Hello, kasari. Gyere csak ide. Gyere csak ide. Ide gyere. Lássuk ki az igazi szárnyas ebben a világban. Mondták már, hogy bénán célzol, sárkány? Gyerünk te, túlméretezett bögöly! Dögölj, bögöly! Papá! Papá, sárkány! Papá! Hello! Viszlát! Hello! Bye! És ezzel hivatalosan is megöltük a világ utolsó sárkányát. Ez az, végre elfoglalhatjuk az Endet és elkezdhetünk itt is építkezni. Viszont ahhoz, hogy ezt megtegyük, el kell mennünk az End Citybe, ugyanis van egy-két anyag, amit ott tudok beszerezni, úgyhogy most meg kell keresnünk a legközelebbi End Cityt, amit ugye már nyilvánvalóan kifosztottunk, és akkor utána Tali. Igen, meg vagyok győződve arról, hogy ebbe az irányba található az End City, ugyanis itt látom az első elitra nélküli túrámnak a nyomait, amit végig Cobblestone szegélyez. És itt is vagyunk, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor ez volt a legelső End City, amit felfedeztünk, és ez egyből egy elitrával szolgált nekünk, szóval innentől már sokkal-sokkal könnyebb volt a dolgunk. Ugyebár Twitch streameken összeszedtem már nagyjából mindent, amire szükségem van az építéshez, kivéve a purpur blokkot. Ezt megtartottam magára a részre, úgyhogy most lebontok egy keveset ebből az End Cityből, és akkor utána szerintem kezdhetjük is az építést. Ezzel megvolnánk, akkor most itt az ideje hazamenni, magunkhoz venni a cuccokat, és elkezdeni az építést. Nos hát a koncepció az lesz, hogy megépítem a saját elképzelésem alapján az End Cityt, tehát igazából a saját kis End Citymet fogom ma felhúzni. Remélem, hogy izgatottak vagytok, én már nagyon.
Nos, ehhez az építményhez szükségem lesz white concrete-re, azaz fehér betonra, és gondolkodtam, hogy mégis hogyan tudnék egy új módszert kitalálni arra, hogy átalakítsam a port betonná. Nos, végül ezzel a kis ötlettel rukkoltam elő, ugye itt van egy víz, itt van egy fél lap, és igazából semmi más nem kell csinálnom, csak itt afkolni és kiütni az összes white concrete-et, és akkor azok szépen ide kerülnek, ugye ezen a fél lapon keresztül, szóval ez tök király. És puty, meg is vagyunk. Eljött az idő, így van, megyünk az endbe. Egyébként, amit még nem mondtam, Twitch streamben befejeztük ezt a kis átjárót, ezt a kis picike hubot, ugye nem ez a fő csarnokunk a Netherben, viszont mindenképpen szerettem volna megcsinálni. Ugye itt ki is lehet menni természetesen, hogy tudjak Netherite-ot bányászni, hogyha esetleg szükségem lesz. Ó, te jó ég! Erre most nem készültem föl, úgyhogy nem, köszönöm, ebben most nem szeretnék részt venni. Menjünk inkább át az endbe. Remélhetőleg mindent hoztam magammal. Eredetileg egyébként erre a síkságra terveztem a dolgokat, tehát mindent ide szerettem volna építeni, viszont most, hogy így átgondolom a dolgokat, lehetséges, hogy inkább az end portál felé kellene építkezni, akár pontosan fölé. Viszont, hogyha a portál fölé szeretnénk építkezni, akkor mindenképpen ki kell tisztítanunk itt a terepet. Hát elhozhattam volna az egyik beaconünket, viszont nem szeretném itt felállítani, ugye a full beacont, hogy megkapjam a haste 2-t, szóval most így fogom kiásni. Nem baj, addig legalább lesz egy kis időm beolvasni a résznek a kommentjeit. Ne felejtjétek el, srácok, hogyha szeretnétek, hogy a ti kommentetek kerüljön be ide a videóba, a következő részbe, akkor mindenképpen írjatok valami jó fej kommentelt, esetleg valami észrevételt, bármit igazából. Nem zárok ki semmilyen fajta kommentet, bármit szívesen beolvasok, aminek mondjuk van bármilyen olyan értéke, ami esetleg érdekessé teheti a részt, hozzáadhat valamit, vagy ki lehet beszélni, tárgyalni. Az első komment Kalmár Kristóftól érkezett, aki azt kérdezte, hogy miért szeretsz ennyit és ennyire építeni. Nos, neked ugye már válaszoltam kommentben, Kristóf, a válaszom az volt, hogy miért szeret a rajzoló rajzolni, a festő festeni, a színész színészkedni, és ez tényleg így van. Azért, mert egyszerűen nekem ez a hobbim, ez az, amiben kedvemet lelem. Nem festek és nem rajzolok, hanem építek. Igazából úgy gondolom, hogy a Minecraft is egy olyan médium, amin keresztül a kreativitást ki lehet fejezni. És nagyon-nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a játékot, úgyhogy igazából erre az a válaszom, hogy azért, mert szeretem, szeretem ezt a játékot, szeretek a blokkokkal játszani. Hát igazából ennyi lenne rá a válaszom, nem tudom tovább részletezni sajnos. A következő komment Alexandra Mayer-től érkezett. Nagyon szépen köszönöm a kommentedet, Alexandra. Azt írtad, hogy én nem vagyok türelmes, türelmetlenül várom a következő részt. Nagyon örülök neki, hogy várod a következő részt. Srácok, higgyétek el nekem, hogy ez a sorozat nem lenne ennyire király nélkületek. A lelkes nézők nélkül, akik mindig várják az újabb és újabb részeket. Szabó Ágnes Rebeka a következőt mondta. Szia Pörki, tervezel esetleg építeni egy állatfarmot? Nagyon jó lett a videód, anyukámat is lenyűgözte az építési tehetséged. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, örülök neki, hogy anyukádnak is tetszett az, amit csinálok. Igazából próbálok ezen a csatornán olyan tartalmat gyártani, ami nem egy specifikus, meghatározott demográfiának szól, tehát mondjuk nem csak fiataloknak, hanem idősek is élvezhetik. Ugye alapból én kreatív videókat készítettem, tehát a Let's Play az csak később jött be, viszont mint látjátok, itt is az építés van a fókuszon, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy nem csak a fiatalok, hanem a késői fiatalok is, ugye, a szülők is élvezik a tartalmat. Eléggé sok ilyen kommentet kapok, hogy apukák, anyukák gyerekekkel nézik, és hogy őket is eléggé leülteti, szóval ez tök jó, ennek örülök, hogy úgymond szolgáltathatok egy olyan külön, nem is tudom, időtöltési lehetőséget, külön együttléti lehetőséget, amivel úgymond a szülők is jól járnak, és akkor a porontyokkal együtt egy kicsit leülhetnek egy szombat délelőtt, szombat délután mondjuk megnézni egy ilyen videót. Szóval ez tök király, köszönöm szépen a kommentet.
Erre a részre az utolsó komment pedig Oxygen-től érkezett. Ő azt írta, hogy szia, tegnap találtam rá a csatornádra. Már aznap megnéztem az összes túlélő részt. Nem értem, hogy miért csak most találtam rád. Sok sikert! Na hát igen, én sem értem, hogy miért csak most találtál rám. Hát igen, ilyen ez a YouTube algoritmus. Néha elrejti az embert, utána pedig kidobja tök sok embernek, szóval igen, ez ilyen sajnos. Viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt vagy. És eléggé sokan jöttetek a legutolsó videóval, aminek nagyon-nagyon örülök, szóval hellóka, üdvözöllek titeket! Rengeteg, de rengeteg nagyon kedves, nagyon jó fej kommentet kaptam az előző epizód alá, és ennek nagyon-nagyon örültem. Igazából az embernek, amikor rossz kedve van, elég csak ránézni erre a jó fej közösségre, a komment szekcióra, ahol az emberek támogatják és kísérik az útján, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki írt. Szerettem volna a mai részben több kommentet beolvasni, viszont sajnos akkor nem tudok arra koncentrálni, amit ugye csinálok a részben, szóval itt is szeretném nektek megköszönni még egyszer, hogy kommenteltetek. Az összes kommentet olvastam, srácok, kivétel nélkül, szóval még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Nos, amint elkészültem a terénnel, a legeslegelső dolog, amit tettem, az nem volt más, mint hogy kifáklyáztam ezt a részt, ahol építeni fogunk. Oda ki hadd spónoljanak csak az endermenek, az annyira igazából nem fontos, nem nagyon sétálnak be erre a részre, szóval úgy voltam vele, hogy majd azt is valamikor megcsináljuk szépen. Nem is biztos, hogy fáklyázni akarok, szóval ezt még nem döntöttem el, annyira nem szeretem a fáklya spamet, de most koncentráljunk magára a toronyra, ugyanis igen, egy tornyot fogunk építeni, egy eléggé részletes tornyot, hogyha minden a terv szerint halad. Na, de hát ki kellene találnunk, hogy mégis akkor... Hát, hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy igen, tehát hogy ez itt a középpontja az első körünknek, hogy kihozzuk, hát valamennyire. Látjátok, eléggé el vagyok tévedve, így állok neki általában a köröknek a Minecraftban, amikor túlélőben játszom és nincsen vördelit. De szerintem egyébként 1, 2, 3, 4, 5, 6 és mondjuk 7 blokk az úgy tökéletes. Azt hiszem, és hogyha ide lerakunk még kettőt-kettőt, akkor úgy gondolom, hogy pontosan ott leszünk, ahol lennünk kell, de majd mindjárt összenézem, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7, és hogyha még ide kettőt, és ide kettőt, akkor így, valamint valahogyan így és így. Ez az, igen, azt hiszem, hogy ezt így kell csinálni. Jó, én azt mondom, hogy ezután sima diorittal fogom megemelni egy picikét az alapot, ugye ezt nem csak kijelölésként tettem ide, ez már rögtön az a blokk, amivel dolgozni fogunk. Általában először gyapjúval, vagy éppen ugye túlélőben netherrackkal kiszoktam jelölni a formát, viszont ezt most nem fogom megtenni, hanem rögtön belevágok a közepébe, szóval valahogy ez így néz neki jól. Hoztam magammal természetesen csontblokkokat is. A fehérnek a különböző árnyalatait fogjuk most használni, tehát igyekeztem a lehető legtöbb fehér színű blokkot előkeríteni, ami a játékban létezik. Remélhetőleg megtaláltam őket. Úgy gondolom, hogy azért nézegettem eleget ugye a kreatív inventorit az életem során, hogy nagyjából összetudjam szedni, hogy mik a fehér színek. Egy-kettőt direkt nem hoztam, tehát például concrete powder nem lesz benne, mert azzal eléggé nehéz dolgozni. Hogyha az ember javítani akar, akkor nagyon-nagyon könnyen lehullik, és akkor igazából kezdheti újra az egészet, hogyha valamit nagyon elront. Egyáltalán nem bánom, hogyha egy kicsikét le kell ugrani a portához, ugye amikor ide jön az ember, ennek majd a falait szépen megcsináljuk, egyelőre még nem tudom pontosan, hogy milyen blokkot fogok használni, hát simán lehet az is, hogy szépen ezt így fogom majd megoldani, vagy hát nyilván nem fél lapokkal, hanem majd egy egész blokkokkal, és akkor úgy lehet majd ide leugrani, az sem egy rossz ötlet mondjuk, vagy hogy néha belekeverni egy kis dioritot is, hogy azért legyen picikét változatosabb, meg természetesen a sima blokkokat sem felejtem el, tehát mondjuk így. Tehát visszatérve, egyáltalán nem bánom azt, hogy egy kicsit kell egyet ugrani, amikor az ember beleugrik a portálba. Alapból van valami rejtélyes és érdekes a portálok körül, ugye amit az ember így nem nagyon tud megmagyarázni. Egészen egyszerűen egy másik világba vezetnek, és ennek van egy ilyen fantasy érzése, és szerintem az, hogy bele kell ugranod, az ad neki úgymond egy kis adrenalint is. Tehát, hogy így vagy, és akkor ugorjak vagy sem, és végül ugrasz, és egy másik világban találod magad. Úgyhogy igen, én úgy gondolom, hogy ezt megtartom, ezt a kis ugrót.
Ígyni, ez itt tökéletes. Hogyha majd eszembe jut ide valami korlát ötlet, akkor azt megcsinálom, de egyelőre most így hagyom, ugyanis szeretnék itt a külsejére koncentrálni, ez nekem egy kicsikét túlságosan kopár így, szóval lehet, hogy körbeveszem fél lapokkal. Remélhetőleg mindenki számára érthető most már, hogy miért nem fogjuk többé leidézni a sárkányt. Hát nagyon-nagyon nem szeretném, hogy szétszedje a szép kis épületemet, úgyhogy hát igen, ez volt az utolsó sárkányharc, ahogy mondtam is. Ugyanis, hogyha ez itt neki menne, az én kis épületemnek hát nem lennék annyira hálás érte. Természetesen, mivel ez egy kupolás építmény lesz, ezért nem szeretném, hogy csak is a kupola legyen úgymond kerek, szóval próbálok minél több kerek formát belevinni ebbe az egészbe, ezért csinálom például a boltíveket is. Ugye mivel az egész koncepciónk azon alapszik, hogy ez az én saját kis entity-m, oké, ez nem lesz egy egész város, meg nem lesz olyan hatalmas, meg stb., de mivel az az alapelképzelésem, hogy ez az én saját kis entity-m, ezért mindenképpen próbálom úgy megcsinálni, hogy sok lila árnyalat legyen benne, ezért hoztam ilyen lilás blokkokat, valamint ezért mentünk el az eredeti entity-be is, hogy még több fajta lila blokkom legyen. Akármennyire nem kedvelem az állványokat, szinte egyáltalán kénytelen leszek itt használni, ugyanis ez egy eléggé magas építmény lesz, szóval egyértelmű, hogy magasra kell majd másznom, és ezt nem fogom tudni mindig blokkokkal megoldani, amiket aztán majd le kell bontani folyton. Úgyhogy pontosan ezért... Puty. Na, és akkor ezt itt szegélyezem, hogy egy kicsikét egybeereszem ezt a két fehér színt, ez itt sokkal jobban fog majd kinézni. Tudtam, hogy ez be fog következni! Magamra haragítottam egy Enderman-t. Nem, bep. Hol vagy? Látlak! Vegy, elinnét. Elmenté. Úgy. Mojé! Oké, Ajajajajaj. Nem szeretnék tököt húzni a fejemre, mert akkor nem fogok semmit sem látni. Aj, most ketten is. Hihetetlen. Mi történik? Na, ez az. Megszabadultam tőlük. Hasonló akciókból egészen biztos vagyok, hogy lesz még ebben a részben. Sajnos nem tudom elkerülni, hogy ne nézzek rájuk. Nagyon-nagyon jó lenne, de nem megy. Éppen ezért gondoltam, hogy ki kellett volna előtte az egész szigetet világítanom, hogy ne spawnoljanak ide, és ne legyen kire ránézzek, de hát az kicsikét sok időbe telt volna, meg eléggé sok fáklyába. Talán majd az egyik Twitch streamen megcsinálom, hogy azért mégse spawnoljanak ide. Amióta elindítottam ezt a sorozatot, azóta rájöttem valamire. Hogyha megfogadtok tőlem egy tanácsot, akkor elmondanám, hogy szerintem a túlélős építésnek a legfontosabb része, hogy mindig legyen kéznél az összes nyersanyag, amit használni fogsz az építéshez. Különben, hogyha mindig el kell futnod, és mindig össze kell szedned a dolgokat hozzá, akkor el fogod veszíteni a motivációdat. Szóval, hogyha lehet, akkor mindig gyűjtsd össze előre azt, amiről biztosan tudod, hogy szükséged lesz az építés során. Persze nem arról beszélek, amikor az ember kifogy a nyersanyagokból, és el kell mennie, mert valamiből túl keveset hozott, viszont hogyha mondjuk építés közben jössz rá, hogy jaj ne, kell még fát vágnom, jaj ne, kell még követ szednem, kell még dioritot szednem, kell még andezitet gyűjtenem, akkor lehet, hogy hamarabb elveszíted a motivációdat, mint ahogy azt gondolod. A másik ilyen nagy motivációgyilkos az nem más, mint az, hogy nem tudod, hogy mit kezdi magaddal, és nem tudod, hogy pontosan mit szeretnél építeni. Nagyon-nagyon sokszor hallom azt, hogy szeretnék építeni valami szépet, és hogy így állnak neki az emberek a projekteknek, és igazság szerint csak azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem attól lesz valami szép, hogy az ember már a kezdetektől fogva valami szépet akar építeni, hanem attól, hogy van egy alapötlete, van egy saját elképzelése, ami ténylegesen a sajátja, és ezt megpróbálja a lehető legjobban, úgymond kifejezni. Szóval, hogyha tehetitek, akkor mindig tervezzétek meg előre azt, amit éppen építeni akartok. Plusz egy jó tanács, mindig szedjétek ki az anyagot, ami valójában nem kell oda, csak az építéshez használtátok. Tehát ezeket én abszolút eltávolítom, de ezt csak így zárójelben mondom, hogy ilyen kis fukar vagyok, vagy hát nem is tudom. Vagy hát elképzelhető, hogy mondjuk a zsugori az egy jobb szó rá, esetleg anyagiasabb blokkokkal, nem tudom.
Oké, hát haladunk, így néz ki eddig. Most jelenleg úgy néz ki, mintha nem is tudom, egy ilyen kolosszeum lenne, vagy egy ilyen római építmény, de végül nem olyan lesz, ígérem nektek. Innentől elkezd egy kicsikét ez a torony beszűkülni, és utána, miután beszűkült, lesz egy kupola, és azon felül még egy kicsit beszűkül, és még egy kupola. Most nem nagyon akarom nektek előre vetíteni, hogy pontosan hogy néz ki, mert hát akkor mi értelme lenne, ugye, végignézni, hogy mit, hogyan csinálok meg, viszont most azt fogom tenni, ó, tajog, mennyi Enderman spawnolt oda be a sarokba, ó, jaj, azt ott lehet, hogy tényleg ki kellene világítanom, mert folyamatosan rájuk nézek, és ez nekem ugyebár annyira nem jó. Úgyhogy most oda felmegyünk, és megcsináljuk az oszlopokat. Egy olyan blokkot fogok használni, amit így alapvetően nem nagyon használnék túlélőben, ugyanis hát eléggé idegesítő, hogyha az ember félre rakja, ugyanis egy csomót ki kell szedni, és hát ez nem más, mint a gomba blokk, a fehér gomba blokk. Igazából kreatívban az egyik kedvenc fehér blokkom, ugye a krémes hatása miatt, ugye nagyon szép kis textúrája van, de ilyen nagyon lightos, nagyon gyenge, szóval annyira nem olyan hű, de eltereli az embernek a figyelmet. Na látjátok? Látjátok? Ha most ezt ide rakom, és ezt kiszedem, akkor utána ez így fog kinézni, szóval és a sarkokra pedig akkor szépen ide jöhetnek ezek, mondjuk így, és puty-puty. Valamint, hogy azért ez valahogy ki is nézzen, rakok ide egy kis extra díszt. Hagyjatok építeni! Menjetek el innen! Hagyjatok békén! Na, hihetetlen. Gyertek akkor, az Enderman gyilkoló 2000-nél legyen nagy a szátok, gyertek! Akkor most ne teleportálgassatok el! A távolból nézve ezt az egészet, rájöttem, hogy szükség van itt fent egy keretre, egy egyszerű kis szegélyre, ami igazából meghatározza nekünk, hogy pontosan hol is helyezkednek el ezek a blokkok. Aha, ahogyan elnézem, igen, itt ezt elrontottam, szóval ez így jön, így. És akkor ezután ez így, valamint azt hiszem, hogy így. Igen, kicsikét nehéz betartani a szimmetriát. Nem, végül nem dioritból fogom megcsinálni. Túlságosan sokat használom, és túlságosan textúrás. Szerintem, ahogyan megyünk felfelé, úgy kellene csökkenteni a textúrákat, hogy a végén ne legyen zajos az egész. Igen, nagyjából most jelenleg így néz ki, ugye rákerült még egy réteg, és akkor most próbálom kitalálni a részletezéseket. Ugye próbáltam én ezt kreatívban egy másik világban már megcsinálni, elő is rukkoltam egy-két dizájnnal, viszont végül egyik sem lett a kedvencem, szóval most próbálok egy harmadikat itt túlélőben, hát ha az jobb lesz. Egyébként ezután jön a legelső kupola. Hát, hogy is mondjam, egy kicsikét félek tőle. Ugye legutoljára, amikor túlélőben próbáltam kupolát csinálni, ugye az azt hiszem, hogy a harmadik vagy negyedik részben volt. És hát azóta nem túlságosan sokat gyakoroltam itt túlélőben, viszont most próbáltam így előre kigondolni, hogy nagyjából hogyan fog majd ez kinézni, ugye, hogyha erre tesszük majd rá, egy kicsikét látjátok, hogy ez a második szint alacsonyabb, akkor, hogyha jól gondolom, ha jól számolom, ugye az ott 5, akkor ilyen 11 széles lesz maga a kupola. Szóval, hogyha az oldalait 5-ösével megcsináljuk, valamint 1-1 lesz itt átlósan a blokk, akkor elvileg ki fog majd jönni az, amire nekünk szükségünk van, ugye az a forma, viszont még mielőtt ezt megtennénk, szeretnék egy másik fajta lilát, hát mondjuk ezt, ugye itt ezt a világosat használtuk, akkor most használjuk ezt a sötétkéket, ami, értsünk egyet ebben, sokkal inkább számít lilának szerintem, mint sötétkéknek. Szóval ezt fogom használni, oda még egy ilyen kiemelésnek, egy olyan kiemelésnek, amilyet ide is csináltam. Úgyhogy ezt mindjárt gyorsan össze is hozom. Mondjuk így a gomba blokkoknak a mentén tökéletes lesz, ugye így nem rejtjük el túlságosan. Hups, ez így felesleges ide. Szóval nem rejtjük el túlságosan, hanem látszani fog a távolból is. Kíváncsi leszek amúgy, amikor már kész lesz, hogy hogy fog majd kinézni így végül. Azt szeretném majd, hogy hát valahogyan egy beacont ide el akarok rejteni, vagy ide, vagy az egyik kupolába, hogy már messziről ugye látni lehessen, ahogyan így fellövel oda a nagy-nagy lila sugár, mert természetesen magenta vagy lila szint fogok majd alkalmazni, ami illik a mi saját kis entitynkhez.
Na jó, és akkor egy kicsikét még tovább húzva a dolgokat, hogy még mindig ne kelljen nekiállnom a kupolának, még egy szegélyt ide dobok. Csak azért, hogy egészen biztosan ez a szín ne folyjon bele a tetőbe, és külön válasszuk. Tehát, hogy látszom, hogy ez nem a tetőnek a része, hanem sokkal inkább egy ilyen különálló dísz, egy ilyen kiemelés. Na jó, én azt mondanám, hogy kezdjük el, ne halogassuk tovább. Szerintem itt ezen az oldalon fogom elkezdeni. Hát igen. Szóval először ide lerakok 5-öt. Szerintem ezt így megcsinálom most mindegyik oldalon. Úgy gondolom, hogy nem úgy kellene megoldanom, hogy először csak az egyik oldalon felhúzom, aztán utána megyek szépen mindenhova, hanem egyszerre az egészet. Különben nagyon-nagyon el fogok tévedni. El fogom felejteni, hogy hogyan csináltam az egyiken. Szóval hát igen, ezt meg kellene próbálnom valahogy jól megoldani. Viszont úgy gondolom, hogy ezt a szenvedést élvezetesebb lesz timelapse módból végignézni, szóval most az következik. Ahogyan azt látni fogjátok, eléggé sokszor megpróbálkoztam a tetővel. Legelőször igyekeztem megtartani azt a formát, amit eredetileg terveztem. A helyzet az, hogy az eredeti terveknek kicsit szembe mentem, és egy picit szélesebbre csináltam az alját, csak azért, hogy nagyobb legyen maga az építményünk, viszont a tető így már nem passzolt, szóval azt át kellett alakítanom. Először sajnos nem sikerült, ez a próbálkozás nem volt jó, úgyhogy ismételten nekifutottam, ugye lebontottam az egészet, aztán felhúztam újra. Megpróbáltam a saját magam által összerakott kis félgömböt erőltetni, viszont az nem jött össze. Úgyhogy ezután egy harmadik próbálkozásnál már előre felírtam, hogy pontosan hogyan kell megcsinálnom, pontosan hogyan kell építkeznem, melyik blokkot hova kell raknom. Ezt természetesen előre kiszámoltam, szóval így már sokkal-sokkal egyszerűbb dolgom volt. Végül pedig ennél a verziónál maradtam. Végre el sem hiszem, hogy elkészültem. Yes! Na jó, hogyha most őszinte akarok veletek lenni, akkor szívem szerint lebontanám még egyszer, és megépíteném egyel alacsonyabbra ott azt a tetőt, de ezt most nem fogom megtenni. Szeretnék tovább haladni. Ugye tetszik az, amit eddig csináltunk, szóval nem azért bontanám le, mert esetleg nem jó vagy nem tetszik, hanem mert egy kicsikét az elképzelésemben máshogyan nézett ki ez a kupola, és arra is rájöttem, hogy pontosan mi az, amit megváltoztatnék, de tényleg nem szeretném még egyszer lebontani és újra csinálni az egészet, úgyhogy folytatjuk tovább a harmadik résszel. Hát ezeket itt hagyjam, vagy kiszedjem, nem is tudom. Talán az lesz, hogy kicserélem őket fehér betonra. Ugye a fehér betonból még nem igazán használtunk, nem is tudom, hogy használtunk-e egyáltalán. Ugye alapból az oszlopok is itt fehér betonból lesznek, mindegyik oldalon, szóval, ja, nem is tudom, hogy milyen magas legyen. Legyen mondjuk 4. Kicsikét magasabb lett, mint amilyet vártam, mint amilyen az eredeti elképzelésem volt. Viszont ugye, mivel az alja is egy picikét szélesebb, ezért úgy gondoltam, hogy az egészet balanszolhatjuk azzal, hogy hát nyilvánvalóan magasabbra csináljuk, és akkor hogy nem lesz a végén olyan tömzsi, hanem szépen kiadja majd azt a formát, amire vágyunk. Úgyhogy ez így talán jó lesz, még lehet, hogy egyel kicsikét kiviszem az oszlopokat, lehet, hogy ez itt túlságosan vékony, de ezt majd mindjárt meglátjuk. Na, és hát ide kellene nekem valamiféle korlát. Mondjuk így esetleg. Sajnos elfogyott a csapóajtóm. Arra még mindenképpen szükségem lesz, úgyhogy vissza kell mennem a sima világba, valamint akkor már elhozom a beaconhöz való dolgokat is. Puty, ide beleugrunk. És már itthon is vagyunk. Yes! És elkészült az utolsó kis kupolánk is. Így van. Na most majd még kell egy-két részletet így még hozzáadni, meg hozni még pár csapóajtót, mert az itt elfogyott a korlátokra. Viszont hivatalosan is felkerülhet rá a jelzőfény.
Yes! Na és akkor most nézzük meg a távolból, hogy hogy néz ki, még ilyen extra részletek nélkül maga az alap. Ugye nyilvánvalóan még egy-két tüske fog így rákerülni, viszont szerintem egészen decent lett, szóval hozza azt a sci-fi hangulatot, amit az eredeti NCT, szóval én úgy gondolom, hogy ez a projektünk ez eléggé sikeres volt. Na majd most még egy-két járdát, vagy valami hasonló utat a spawn helyre szeretnék csinálni, valamint ott a lépcsőt majd meg szeretném még egy picikét így formázni, szeretnék oda egy-két dolgot, ilyen mini szobrot vagy valamit, viszont én úgy gondolom, hogy az alapunk az elkészült. Na, úgyhogy hamarosan jövök, ráadok még egy-két tüskét, egy-két díszt, és akkor utána találkozunk. Még mielőtt megnéznénk a kész építményt, ezelőtt szeretném lebontani ezt a rengeteg cobblestone, valamint netherrack lapot, amiket ide raktam, ugye én ezt Enderman gyilkoló 2000-nek hívom, de mindegy, értitek a lényeget, szóval ennek semmi keresni valója nincs itt. Amit még egyszer nagyon-nagyon szeretnék megcsinálni a jövőben, az nem más, mint ezeknek az obszidián oszlopoknak a kiszedése. Szóval, hogyha esetleg kíváncsiak vagytok erre, tudom miért is, de lennétek kíváncsiak arra, hogy próbálom kiszedni ezeket az oszlopokat, de hogyha esetleg mégis érdekel titeket, akkor gyertek, kövessetek be Twitch-en, és hát valószínűleg ott fogom majd megcsinálni, úgyhogy ott nyomon követhetitek ezt a munkafolyamatot, nevezzük úgy. És végül jöhet a legveszélyesebb dísz a játékban, és ez nem más természetesen, mint a kristály. Ezt most így ide teszem, és ez szépen itt fog nekünk lebegni, remélhetőleg nem fog túl nagy problémákat okozni, úgyhogy jep, ez így meg is van. Viszont most itt vagyok, hogy shaderrel is megnézhessük az építményünket. Készen álltok? Ta-ta-ta-tam, és... Szóval a lényeg az az, hogy így néz ki végül, ugye shaderrel egy icike-picikét fakóbb, mint ugye amilyen alapból, de hát szerintem ezzel nincsen semmi baj, itt most amúgy is csak a fényeket akartuk megnézni, hogy mégis hogyan mutat a BSL shaderben. Szerintem egészen pofás lett, és elértem azt a hatást, amit szerettem volna, ugye ezt az erős sci-fi hatást, egy kicsit beledobva a saját stílusomat, nem annyira kockásan, szögletesen, hanem azért valamennyire mégiscsak ilyen kerek formákkal, mégiscsak pörkisen. Úgyhogy igen, én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres projekt volt, hogyha ti is így gondoljátok, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. A következő epizódban találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, és legyetek jók. Pápa, hellóka!